Jó reggelt kívánunk Varga Zoltánnak és Stumer Jánosnak, akik... Jó reggelt kívánunk! Hát a közvetlen közelből nézhették így tegnap a parlamenti eseményeket. Mit szólnak hozzá? Elég komoly adok-kapok volt, hogy kommentálnák a történteket. Elképesztő. Ugyanúgy is az a műfaj, amit tegnap a televízió nézői is elszenvedhettek, vagy láthattak, az önmagában nagyon furcsa, hiszen mi azért ellenzéki képviselők folyamatosan ott ülünk a parlamentbe szinte kezdettől a befejezésig, és azt látjuk, hogy a kormánypárti patkó teljesen üres. Onnan lehet tudni, hogy valami készül, hogy elkezdődik a zsizsegés, és gyakorlatilag mindenki bejön. Akkor tudjuk, hogy valószínűleg jönni fog Orbán Viktor, és ez történik most is, vagy ez történt most is, ugye megjelent Orbán Viktor, és válaszolt a feltett kérdésekre. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezért kár volt neki bejönni, hiszen mindenre az volt a válasza, hogy az ellenzék hagyja abba különben az oltás ellenességét, ami szemenszedett hazugság, hiszen ha valaki oltáspárti, akkor az ellenzéki képviselők és az ellenzéki pártok azok. És ha valaki oltás ellenes és különben politikát visz ebbe az egész borzasztó helyzetben, ami most kezd kialakulni, akár az oltások, akár a vakcina beszerzésről beszélünk, akkor az viszont Orbán Viktor és a kormányzó pártok. Ugye az ellenzék, bocsánat, azért kapja meg, beszélünk az még erről, de egy mondat ide mindenképpen. Ugye az ellenzék ezt azért kapja meg mindig, mert a demokratikus koalíció azt mondja, hogy ugye csak az EMA által elfogadott vakcinákkal oltassák be magukat az emberek, az orosszal és a kínaival egyelőre nem, mert nincsen engedélye. Egyébként tegnap Varjú László volt a vendégem, és én megkérdeztem egy sajtóhírről, miszerint a DK elnökségi tagja Kálmán Olga Sputnik vakcinával oltatta be magát. Ugye megjelent egy hír, ami egyébként teljesen félreérthető volt, mert a hír nem Kálmán Olgáról szólt, hanem a DK volt alelnökéről, de összemosták a kettőt, ezért kérdeztem én meg Varjú Lászlót. De a lényeg, hogy az álláspontjuk ezzel kapcsolatban nem változott, mármint a demokratikus koalíciónak. Nézd, mi most is azt mondjuk, hogy biztonságos bevizsgált vakcinák azok, amelyekkel szabadna különben a magyarokat oltani. És szemmel látható különben, hogy erre az a készlet, amit láttunk ugye most a számokból, hogy beoltásra került, az meg is lenne. És tudjuk azt nagyon jó, hogy több mint 600 ezer vakcina pihen valahol a raktárak, vagy a raktárakba, vagy a pincékbe. És nyilván ennek egy nagyon erős gazdasági politikai háttere van, hogy miért is van az, hogy a nyugati vakcinákat azt nem oltják el, amíg látjuk, hogy bármilyen kínai szállítmány érkezik, Orbán Viktor maga megy ki a repülőtérre, és boldogan jelenti be, hogy érkezett egy újabb szállítmány kínai vakcina, holott csak a tegnapi nap több mint 100 ezer Pfizer vakcina érkezett. Arról valahogy elfelejtenek beszélni. Hát összességében kétszer annyi Pfizer vakcina érkezett szinte, mint a többi is kétszer annyit is oltottak el raktárban belőle. Raktáron is van. No, vissza a parlamenthez, ugye egyre nagyobbakat és nagyobbakat mondanak, Jakab Péter pofára esésről beszél. Hol van ennek a határa? Mindig emelik a tétet. Nem hallják már meg az emberek? Vagy miért követik ezt a stílust? Tehát hol van ennek a vége? Szerintem a tegnapi nap legfontosabb pillanatai azok voltak, amikor Orbán Viktor mindenfajta ellenzéki kérdésre ugye így dobta vissza a labdát, hogy oltás ellenes kampányt folytat az ellenzék. És én azt gondolom róla, hogy ezt nem a DK álláspontja miatt teszi Orbán Viktor, hanem azért, mert meg akarja nyerni a következő országgyűlési választást. Ő ezzel foglalkozik. Ez az oltás ellenes szó, mint olyan, ez nekem nagyon rímel arra, amit 4 évvel ezelőtt hallgattunk, ilyen szajkózás szerűen a Fidesz részéről, csak akkor úgy hívtuk, hogy bevándorláspárti. De ez a csodafegyvere a Fidesznek, ez lesz a csodafegyvere a következő egy évben. Ezzel támadja folyamatosan majd az ellenzéki pártokat. 4 évvel ezelőtt mondta, hogy bevándorláspárti. Mindenki mondta, hogy nem így van. És mindenki tudta is, hogy nem így van, hogy az ellenzék nem volt bevándorláspárti. És most is ugyanezt történik, csak éppen az oltásokkal. 1 éven keresztül fogjuk hallgatni a Orbán Viktortól és a fideszes politikusoktól, hogy az ellenzék oltás ellenes. A gond az, hogy itt nem azzal kellene Orbán Viktornak foglalkoznia, hogy megnyerje a következő országgyűlési választást, hanem azzal kellene foglalkoznia, hogy hogyan tud olyan helyzetet teremteni a magyar kórházakban, hogy ne kelljen a folyosón lélegeztetni az embereket, hogy legyen elég szakszemélyzet ahhoz, most hogy azokat a gépeket... Kell a folyosón már lélegeztetni az embereket? Ha úgy áll a dolog, ahogy a miniszterelnök úr mondja,
hogy ez a következő két hét a legkeményebb két hét lesz a járvány eddigi történetében, akkor olybá tűnik nekem, hogy erre sor fog kerülni, és nem véletlen volt az, hogy vasárnap délelőtt Orbán Viktor, miután a Kossuth Rádióban megtartotta a heti rádióinterjúját, összetrombitálta a kórházigazgatókat. Hát mindenki gondolhatja, hogy ez nem véletlenül történt, és hogy már így történt, és a vasárnapját erre áldozta a miniszterelnök, akkor az nem véletlenül volt úgy, bizonyosan nagyon kemény időszak elé. Hát ugye az az ezres számmal, amit Merkeli Béla említett, a határon már túl vagyunk, már mint a lélegeztetőgép, mert működtetni képes személyzet kapacitását illetően, mert ugye gép van bőven, csak éppen ember nincs, aki működtesse. Tehát ilyen szempont most a folyosón, nem folyosón, szinte mindegy, ha nem lesz elég ember, aki működtesse, az az igazi kritikus helyzet. De hát egyébként, ha a kórházigazgatókat említette, ugye Orbán Viktor tárgyalt a kórházigazgatókkal, majd utána azt mondta, hogy rendben leszünk, rendben vagyunk, sőt, nem kérünk külföldi segítséget, hanem még mi tudunk segíteni. Önök hogy látják, nyilván beszélnek szakértőkkel, vagy orvosokkal is, akár kórházigazgatókkal is, kellene már külföldi segítség? Azt látjuk, hogy amit a kormánypártok és személyesen Orbán Viktor folytat, az a kommunikáció és az a politika az végtelenül infantilis, dedós és gyerekes. Az ember időnként úgy érzi, mintha egy komplett zárt osztály szabadult volna rá az országgyűlésre, és irányítaná most az országot kormányzó pártként és kormányként, akik egyszerűen minden felelősségtől menekülnek. Azt látjuk különben, hogy ahelyett, hogy normális párbeszédet folytatnának, hogy szakembereket hallgatnának meg ebben a kérdésben, szakemberekre bíznak egyáltalán a járvány kezelését, a gazdasági krízis kezelését, a szociális válság kezelését, ahelyett Orbán Viktor naponta találja ki, hogy éppen merre kell menni, merre az előre, ami általában különben hátra, és aztán a kormány a kommunikációjába és a politikájába próbál különben utána menni a kormányfő, hát időnként kissé zavaros elképzeléseinek, és látjuk, hogy ennek mi a vége. Ez dráma, ami itt folyik az országban. Az, hogy nem omlott még össze teljesen a magyar egészségügy, az, hogy azért mégiscsak az oltási káosz ellenére, annak ellenére, hogy nincsen semmiféle oltási terv, mégis sikerült beoltani a lakosság egy meghatározott részét, az kifejezetten az orvosoknak, az egészségügyi dolgozóknak köszönhető, a házi orvosoknak köszönhető, akiket különben látható módon semmibe vesz Orbán Viktor, hiszen nagyon csúnya jelzőket aggat rájuk időnként, és szemmel látható, hogy annak ellenére, hogy az egészségügynek megadna minden támogatást, akár politikai, akár elkölcsi, akár gazdasági értelemben, ahelyett elüldöz 5500 egészségügyi dolgozót a rendszerből, ami be kell valljuk, hogy egy őrült, agyament politika. Elég fontos. A másik oldalon azt mondja a kormány, hogy iszonyatos fizetésemelést hajtott végre a járvány és a válság közepén az orvosok számára, illetve ők azt is mondják, bocsánat, azt muszáj hozzátennem a rendkedvéért, oltási terv, oltási sorrend van, ugye folyamatosan ezt állítja a kormány. Ó, a kormány annyi mindent állított már, de az emberek nagy része úgy van, mint bármilyen más diktatúrában, hogy ezt osztani kell 5-tel, 10-zel, 100-zal, már azt sem hiszik el különben Orbán Viktornak, amit kérdez. Hát szemmel látható, a tegnapi nap nagyon jól megmutatta számunkra is, ellenzéki politikusok számára is, hogy mi van egyáltalán a kormány tarsójában? Semmi. Ahogy ön is mondta, most már megjelent a Gyurcsány fiúk, megjelent a sorosozás, vagy megmaradt a sorosozás. Ugye folyamatosan azt kapjuk, hogy oltásellenesek vagyunk, holott tudjuk nagyon jól, de ezt tudja mindenki, és szemmel látható különben, hogy ezt tudják a kormánypárti politikusok is, hogy ez nem igaz, hogy ez valóban egy nagyon gyerekes, infantilis, őrült kommunikáció, ami sehova nem fog vezetni. Gyerekes, infantilis, őrült kommunikáció, vagy diktatúra van? Az előbb azt mondta, hogy ahogy más diktatúrákban, parlamenti ülés volt tegnap, ahol azért kérdezhettek a miniszterelnöktől. Én inkább színjátéknak nevezném ezt, mint normális parlamenti ülésnek. Én azt hiszem, hogy az ellenzék nagyon valid és fontos kérdéseket tett föl. Olyan kérdéseket tettünk föl, ami nem minket, vagy nem csak minket, ellenzéki politikusokat izgat, hanem 10 millió másik magyar embert. Hát erről szól, könyörgöm, az életünk most. Be vagyunk zárva egy éve.
Azt látjuk, hogy az elején még azt mondták, hogy nem kell maszk, aztán kell maszk, aztán ők elmentek nyaralni, rászabadították az országra a második hullámot. Orbán Viktor elkezdett aztán... Kormány szabadította rá a második hullámot az országra? Hát ahelyett, Szlovákiában, Csehországban, Franciaországban letarolta fél Európát a második. Csak a tényeknél maradjuk, nem kötözködni szeretnék. De az is tény, hogy a magyar kormány úgy csinált, mintha nem lenne holnap. Nem foglalkoztak azzal, hogy felkészítsék az egészségügyet, az orvosokat, az egészségügyi rendszert, a gazdasági élet szereplőit arra, ami történni fog. És ez megtörtént. És Orbán Viktor erre mit mond most a napokban? Ő már novemberben tudta, hogy mi fog történni. Hát könyörgöm, ha novemberben tudta, akkor miért nem csinált semmit? Hát ez a nagy kérdés. Hogyha ő ezt tudta, és szeptemberben azt mondta, hogy alapvetően minden felelősség az övé, és ő ezért vállalja különben teljes messzélességgel azt a felelősséget, amit különben vállalnia is kellene, most meg kijelenti, hogy neki ehhez az egészhez semmi köze, mint aki éppen akkor esett volna be a parlamentbe, tőlem ne kérdezzenek, hát én nem tudok semmit. Ja, pontosabban azt mondta, hogy rugalmasan kell alkalmazkodni a helyzethez, és amit feltettek, vagy neki szegeztek kérdéseket, hogy mit mondott ősszel, mit mond most, ő azt mondja, hogy mindig a változó helyzethez alkalmazkodik a kormány. De hogy mennyire alkalmazkodik a kormány is, és az ellenzék is a változó helyzethez, ezzel kapcsolatban Jakab Péternek sok-sok kérdése között, többek között arra vonatkozol, amikor a járványkezelést kérte számon, ugye Dömötör Csaba, hát őszintén szóval elég nehezen védhetően vagy magyarázhatóan, majd azt kérdezem, hogy ő mit gondol erről, azzal vágott vissza, hogy néhány nappal korábban még a Jobbik követelt nyitást köröztettek ezzel kapcsolatban, egy petíciót is, és hát most pedig azt kérik számon a kormányon, hogy most akkor mennyire következetes a hozzáállásuk. Mit gondol erről? Volt Orbán Viktornak egy nagyon fontos nyilatkozata egyébként néhány nappal ezelőtt, ami annyira nem kapta fel a média, vagy nem került a közbeszédnek a középpontjába, amikor elment Izraelbe múlt héten a miniszterelnök, és ott azt nyilatkozta, hogy a vírus elleni küzdelem akkora legsikeresebb, hogyha hatékony politikai kormányzás, politikai irányítás folyik. Most a hatékony politikai irányítás alatt Orbán Viktor szabad szemmel is jól láthatóan azt érti, mert hogy az elmúlt egy év ezt bizonyítja számunkra, hogy semmilyen érdemi információt a kormányzat nem ad azzal kapcsolatban, hogy egyébként mi a valóságos helyzet. Tehát amikor mi ülünk itt ebben a stúdióban, és arról beszélgetünk, hogy hogy és mit kellene tennie a kormánynak, akkor nagyon sokszor a minimálisan szükséges információknak is a hiányát érezzük. Én a Nemzetbiztonsági Bizottságot vezetem az országgyűlésben. Én a magyar hírszerzéstől és az elhárítástól én napi rendszerességgel kapok mindenféle jelentéseket. Egyetlen ügyben és témában nem szoktam jelentéseket kapni, ez pedig a koronavírus járvány. Pedig, hogyha valaminek van nemzetbiztonsági kockázata, ami ha valami olyan dolog van itt az életünkben, ami hosszú távon is meghatározhatja ennek az országnak a jövőjét, vagy egyáltalán a polgárok létezését, akkor az éppen ez a járvány. Az látszik, hogy tavaly március óta, mióta Orbán Viktor Pintér Sándortól átvette az operatív törzs vezetését, semmilyen információt nem ad át a kormányon. Milyen információkat szeretnének? Ugye a DK is, meg tulajdonképpen az egész ellenzék folyamatosan követeli, azt nagyon kevés az információjuk. Mi lenne az, ami fontos lenne, és amiről nem tudnak? Én azt hiszem, alapvető elvárás egy kormányfővel szemben, hogy próbáljon normális maradni. És ezt gondoljuk akár az információ átadás vagy áramlás tekintetében is, hiszen azt látjuk, hogy bármilyen kormányzati portált, bármilyen kormányzati megszólalást veszünk górcső alá, gyakorlatilag elhallgatnak mindent. Nem tudjuk, és nem tudja 10 millió magyar sem az alapvetően fontos és szükséges információkat a vírussal kapcsolatosan. A környezetében hány beteg van, mire kell számítani, mik a védekezésnek az alapjai, mi az oltási terv, ő egyáltalán mikor kerül sorra, hova kell neki oltani menni, és itt most nem akarom elmondani azt a hihetetlen kudarcos hétvégét, amikor 72 ezer ember beoltásáról beszéltek, aztán kiderült, hogy ez a mesében létezik. Mi azt látjuk, hogy még a környező országokban különben őszintén elmondják, nem csak az ellenzéki politikusoknak, hanem,
a lakosságnak azt, hogy mire számíthat, mire készülhet fel. Nálunk Orbán Viktor mese délutánokat tart. Arról beszél, hogy már levittük a vírust a birkózó szőnyegre, és nyertünk. És nyilván... arról is beszél, bocsánat, hogy a következő 2-3 hét lesz a legszörnyűbb. Ez már az újabb mese, ugye, amiről most igen, hallottunk. Igen, mert először arról volt szó, ugye, hogy különben arról kell beszélni, hogy hogyan nyissunk. Tehát az, amikor önök azt kérdezik, hogy miért követelte az ellenzék, vagy legalábbis bizonyos ellenzéki aktorok azt, hogy nyitni kell. Hát nyilvánvalóan azért, mert az emberben időnként még megvan az a rutin, hogy megpróbál hinni egy felelős kormány felelős vezetőjének. Egyrészt nincsen felelős. Ha már nemzeti kormány, konzultáció indult az ügyben, akkor véletlenül. Másrészt nincsen felelős vezető, harmadrészt meg kiderült, hogy ezek az emberek különben úgy hazudoznak, mint a vízfolyás. Ezt általában óvodáskorban az ember megtanítja a gyerekének, hogyha bemegy a homokozóba a gyerek, szétrugja a másik homokvárát, és ellopja az összes játékot különben a homokozóból, akkor az a normális, már kiscsoportos korban is, hogyha utána oda megy az óvónénihez, és azt mondja, hogy elnézést, én voltam. Na most úgy tűnik, hogy vannak olyan kormánypárti politikusok, akik ebből a kiscsoportos korból nem tudtak kinőni, már így életük alkonyán sem, vagy második felében sem, ami pedig elvárható lenne azért. Stummer János, egy mondat, hogy mit hiányol a Nemzetbiztonsági Bizottságban? Tájékoztatást, amit tavaly márciusban én már elmondtam Pintér Sándornak, amikor személyesen találkoztunk, hogy a kormányzatnak most és Magyarországnak két vírussal és járvánnyal is szembe kell néznie. Szembe kell néznie a koronavírus járvánnyal, és szembe kell néznie ezzel a hamis hír, fake news járvánnyal, ami rá fog köszönteni a mi országunkra is, és a fake news járvánnyal szemben csak úgy tud majd küzdeni, hogyha tájékoztatja a lakosságot, és nem teszik. Aztán pedig széttárják a kezüket, és csodálkoznak, hogy az emberek nem akarják beoltatni magukat. Hát persze, mert bizalmatlanok, mert nincsen információk, nem tudják, hogy mi történik körülöttük. Hát miért lenne reális elvárás az a kormányzat részéről, hogy mindenki sétagalobban álljon be az oltópontokra, amikből egyébként gócpontokat csináltak a kiváló szervezésükre. Szerencsére mondjuk nő az oltási hajlandóság, még ez az legalább jó, mert azért az tényleg nő december óta. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.